Kedves testvéreim, ebben a 2015. évünkben, ma a konfirmáció vasárnapján gyülekezetünknek 6 kedves fiatalja fog konfirmálni. Az elmúlt 2 évben foglalkoztunk a konfirmációi anyaggal, az elmúlt években először is végigvettük Vladár Gábor Megtaláltuk a Messiás című olvasókönyvét, és ebben az évben a Heidelbergi KT kérdés feleleteivel foglalkoztunk. Ők tesznek hát tehát most bizonyságot, megerősítve a hitüket Isten és a gyülekezet előtt. Kérem hát most őket, hogy jöjjenek ide az Úr asztalához, és kezdődjön el a konfirmáció. A konfirmációt imádsággal fogjuk kezdeni, mindannyian álljunk fel. Istenünk, köszönjük, hogy most együtt állhatunk itt az Úr asztalánál, hogy bizonyosságot tegyünk róla, és megerősítsük hitünket a konfirmációban. Köszönjük, hogy velünk voltál a felkészülés ideje alatt, segítettél és erőt adtál minden napjainkban, hogy együtt tudjuk tanulni rólad, és elmélyünk a veled való kapcsolatunkban. Köszönjük, hogy velünk voltál az iskolai évünk alatt, sok örömet adtál és sikeret a tanulmányainkban. Kérjük, legyél most is velünk, vedd el félelmünket, hogy örömmel és vidám szívvel tudjunk rólad vallást tenni. Az Úr Jézus nevében hallgass meg imádságunkat. Amen. Kedves fiatalok, a Heidelbergi KT legfontosabb kérdés feleleteit teszem fel nektek. Kérlek, feleljetek meg nekünk hallható szóval. Kérdezem, mit jelent a konfirmáció szó? István. Ez a latin szó annyit jelent, megerősítés. A Szentlélek erősíti meg ébredő hitünket. Hogy nevezzük Jézus Krisztusnak a követőit? Anna. Keresztényeknek nevezzük. Te a kereszténység nagy családjának melyik ágához tartozol? Regő. Én református keresztény vagyok. Honnan ismerhetjük meg az Isten igéjét? Pálma. A Bibliából. Hány fő részből áll a Biblia? Dominik. Kettőből, az Ószövetségből és az Újszövetségből. Hány könyve van a Bibliának? Az Ószövetségnek 39, az Újnak 27, összesen 66. Mik az Ószövetség könyvei? Ki szeretné kezdeni? Kezdje Anna. Mózes írt 5 könyvet, elsőt teremtésről, másodikat a zsidók kijöveteléről, harmadikat Lévi nemzeti tisztéről, negyediket népnek megszámlált rendjéről, ötödikbe tette a törvénynek mását, azután Józsué vagyon és a bírák. Rút könyve Sámuel, királyok krónikák, ezek 2-2 könyvben írják a zsidók dolgát. Esdrás, Nehémiás, Eszter jobb sorára, következik Dávid 150 zsoltára. Köszönöm. Ki szeretné folytatni? Dominik. Azután, a bölcs? Ja, a bölcs Salamoni példa beszéltekre, vagy jön a prédikátor, énekek, énekel. Azután Ézsaiás, Jeremiás jönnek, Siralmai jönnek, aztán ugyanennek. Azután Ezékiel, Dániel, Oseás, Jóél, Ámos, Abdiás és Jónás. Mikeásról nálunk, Habakukra érünk, Zofóniás után, Haggeushoz érünk. Már csak Zakariás, Malakiás jönnek, és ezzel vége az Ószövetség könyvének. Nagyon szép volt. Mik az új szövetség könyvei? Ki szeretné kezdeni? Regő, kezdte! 4 evangélista írt szent könyvet, Máté, Márk, Lukács és János. Ezeken követi apostolok dolga, majd Szent Pálé a 14 levél, melynek rendje így mér. Rómába írt 1-et, 2-t Korintusba. Köszönöm! Folytassa Pálma! Galatákhoz 1-et Efézusba. Filippi Kolossé szintén csak 1-et vett, de Tesszalonika és Timóteus 2-t. Majd Titus, Filemon zsidók vettek 1-et, Jakab 1 levelet, Péter 2-t szerzett. 3-at hagyott János, Júdás 1 részecskét, végül János írta a jelenések könyvét. Mi a Biblia eredeti nyelve? Emes. Az Ószövetségnek héber, az Újnak pedig görög. Ki fordította magyarra a teljes Bibliát? Dominik. Károli Gáspár Gönczi, református esperes. Hol és mikor jelent meg István? Bizsolyban, 1590-ben. Mi a Biblia központi üzenete? Regő. Úgy szerette Isten a világot, hogy ő az egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
Hogy nevezzük a Jézus Krisztus által hozott üzenetet, emesse? Evangéliumnak, ez a görög szó azt jelenti, hogy örömhír. Fontos dolog a hit. Anna? Igen, mert hit nélkül senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Ellentétben állnak-e a tudás és a hit egymással? István? Igen, mert a hit ellentéte a hitetlenség, a tudás pedig a tudat. Nagyon jó. Mi a gondviselésbe vetett hit kifejeződése? Regő? Az imádság. Hogy imádkozol étkezés előtt? Jövel Jézus, légy vendégünk, áldogatottál nékünk, amen. És étkezés után? Aki ételt, italt adott, annak neve legyen áldott, amen. Kedves konfirmáló testvérek, most következik a mi keresztény egyházunknak az egyik legfontosabb hitvallás, az apostoli hitvallás. Kérlek benneteket, hogy együtt fennhangon imádkozzátok el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, a mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, és most ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Milyen dátumhoz kötjük a reformáció kezdetét? István! 1517. október 31. Mi történt ekkor, Pálma? Luther Márton kitűzte a wittenbergi vártemplom kapujára 95 tételét. Milyen reformátorokat ismersz, Regő? Luther Márton, Calvin János, Zwingli Ulrich, Husserl. Milyen iránytű van a kezedbe a boldog életre, István? A 10 parancsolat, ez két kőtáblára vésve, Mózes által adta át Isten az ő népének. Miképpen vannak csoportosítva a parancsolatok, emesse? Az első 4 az Isten iránti kötelezettségek, és az 5-10 pedig a fele barátaink iránti kötelezettségek. Így van. Honnan ismerhetjük meg legjobban bűnös voltunkat, Pálma? Calvin, a törvényekből, mely Calvin János szavaival élve, fék, tükör és ösztöke. Hogy szól a 10 parancsolat? Az első 2 parancsolatot mondjuk, István mondja. Én vagyok az Úrad, a Te Istened, ne legyen más Istened rajtam kívül. Második, ne csinálj magadnak Isten szobrot. A harmadik, negyedik parancsolatot mondjuk Anna mondja. Ne mondd ki hiába Istenednek az Úrnak nevét, emlékezz meg a nyugalom napjáról és szenteld meg azt. Az ötödik, hatodik parancsolatot Dominik. Tiszteld anyádat és apádat, ne ölj. A hetedik, nyolcadik parancsolatot Regő. Ne paráználkodj, ne lopj. És a 9. 10. emesse? Ne tégy hamis tanúbizonyságot fele barátod ellen, és ne kívánd azt, ami fele barátodé. Mit hiszel az Anya Szent Egyházról? Anna! Hiszem, hogy Isten fia a világ kezdetétől fogva annak a végéig, az egész emberi nemzetségből, szent lelke és igéje által az igaz hit egységébe, magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, azt oltalmazza és megőrzi. Hiszem, hogy ennek én is élő tagja vagyok, és az is maradok. Nagyon köszönöm. Most mondjuk el szintén együtt, ami egyházunknak a legszebb imádságát, ahogy az Úr Jézus tanított bennünket imádkozni. Mondjátok el együtt. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Miben áll Jézus Krisztusnak a váltságműve? Dominik. Szent életével és ártatlan halálával eleget tett Isten igazságával, ezzel megszerezve nekünk a bűnbocsánatot és az örök életet. Milyen történelmi bizonyságai vannak Krisztus feltámadásának, István? Az üres sír, a feltámadott megjelenései és a tanítványok megváltozott élete. Nagyszerű.
Mi az Úr mennybe menetelének hármas haszna, emese? A mennyben ügyvédünk és szószólunk, megdicsőlt este, biztosíték arra, hogy mi is a mennybe jutunk, és maga helyett a Szent Lelket küldte hozzánk. Nagyon jó. Kicsoda a Szent Lélek? Regő. A Szent Háromság harmadik tagja, akit egyenlőképpen imádunk az Atyával és a Fiúval. Hány sákramentumot szerzett az Úr Jézus István? Kettőt, a keresztséget és az Úrvacsorát. Mi a keresztségben a külső jegy? Anna. A tiszta víz. Ez Jézus vérét jelképezi. Ahogyan a víz lemossa a test szennyét, úgy mossa le a Jézus vére a lélek szennyét, a bűnt. Hogy hangzik a keresztség szereztetése? István. Nékem aradott minden hatalom menjen és földön, menjetek el tehát, tegyetek tanítványa minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Nagyon köszönöm. Mi az Úrvacsorában a látható jegy? Emese? A kenyér és a bor. A kenyér Jézus megtöretett testét, a bor pedig kiadott vérét jelképezi. Hogy hangzik az Úrvacsora szereztetése, Dominik? Az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret és hálát adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretetik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat, minek után megvacsoráltak, és ezt mondta. E pohár, a ma új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, ahányszor isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyi szereztitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Nagyon köszönjük. Hogy imádkozol Úrvacsora vétel előtt, Regő? Úr Jézus Krisztus, nem vagyok méltó, hogy a hajlékomba jöjj, csak szólj egy szót, és meggyógyul az én lelkem, bocsáss meg az én sok bűnömet, a te kényszenvedésed árán. Hogyan imádkozol kenyérvételekor, István? Uram Jézus, a te megtöretett szent testednek érdemében részletes engem szegény bűnös szolgádat, ámen. Hogyan imádkozol pohárvételekor, Dominik? Uram Jézus, a te kiontott szent véred érdemében részletes engem szegény bűnös szolgádat, ámen. Hogyan imádkozol Úrvacsora vétel után, Anna? Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy megbocsátottad bűneimet a te kereszthalálod árán. Adj erőt, hogy hálából neked éljek, igazán szeresselek téged, és legyek hasznára embertársaimnak. Ámen. Nagyon köszönöm. Hány ünnepkörre oszlik az egyházi év, Pálma? Három karácsonyi, húsvéti és pünkösdi ünnepkörökre oszlik. Hogyan foglalt össze az Úr Jézus Krisztus a 10 parancsolatot? Mondjuk Regő. Én vagyok az Úr, vagy szeresd az Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, tiszta erődből. Szeresd fel a barátodat, mint magadat. Nincs ezeknél nagyobb parancsolat. Pál apostol csodálatosan megtanít bennünket arra, mit is jelent szeretni. Hogy tanít meg bennünket a szeretetre, Pál a szeretet himnuszából? Anna. A szeretet türelmes és kedves. A szeretet nem kérkedik, a szeretet nem irigykedik. Nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy. Most ezért megmarad a hit, a remény és a szeretet. E három, ezek közül pedig legnagyobb a szeretet. Nagyon köszönöm. És végezetül lenne még egy kérdésem hozzátok. Minéked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásról? Dominik tette fel először a kezét. Mondja elő. Az, hogy testestül, lelkestül, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, és az ördögnek minden hatalmából megszabadított. És úgy megőriz, hogy mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le a fejemről, sőt, inkább minden az én üdvösségemre kell, hogy szolgáljon. Ezért Szent Lelke által engem is az örök élet felől biztosít, és szív szerint készé és hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl ő neki élje. Nagyon köszönöm. Kedves testvérek, ezzel befejeződött a most konfirmált testvéreinknek a kikérdezése. Örömmel és hitelesen mondom nektek, hogy szorgalmasan készültek, örömmel vettek részt a hitoktatásba, és hiszem azt, hogy gyülekezetünknek szolgáló tagjaivá lesznek. Mielőtt konfirmációnk befejeződne, szeretnélek benneteket, drága konfirmált testvérek, megáldani és átadni nektek gyülekezetünknek ajándékát,
egy Bibliát. Először Annát fogom megáldani, azokkal az igékkel foglak benneteket megáldani, amelyeket imádságba kértem az Istentől, hogy mutassa meg nekem, hogy egyenenként melyikőtöknek melyik igét kell most elmondanom, amivel megáldalak most benneteket. Anna a 32. Zsoltár 8. versével áldalak most meg téged, hiszük ez az Úr áldása. Bölcsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Amen. Köszönöm, drágám, Isten áldjon meg. Pálma, a te igéd az Efézusi Levél 5. részének 1. és 2. verséből így szól. Legyetek tehát az Istennek követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben. Amen. Isten áldjon meg, drága. Emese, a te igéd az Istentől, a 91. Zsoltár 9-től 11. terjedő eképpen szól hozzád. Ha az Urat tartod oltalmadnak, a fenségest hajlékodnak, nem érhet téged baj, mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon. Amen. Isten áldjon meg, emesén. Dominika, te igéd Ézsaiás könyve 41. részének 10. verséből így szól. Ezt mondja az Úr. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok a te Istened. Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzedelmes jobbommal támogatlak. Amen. Isten áldjon meg, Dominik. István, a te igéd Jeremiás könyve 31. részének 3. verséből szól hozzád. Így szól az Úr. Örök szeretettel szerettelek, ezért most magamhoz vonlak hűségesen. Amen. Isten áldjon meg. És végezetül Regő, a te igéd Lukács evangéliuma 22. részének 32. verséből szól hozzád. Jézus mondja, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Amen. Isten áldjon meg. Kedves konfirmált testvérek, végezetül felhatalmazunk benneteket itt a gyülekezetnek a közösségébe, hogy innentől kezdve a mi gyülekezetünknek, egyházunknak úrvacsorázó tagjai legyetek, és bátorítalak benneteket, hogy legyetek a mi gyülekezetünk szolgáló közösségének is áldott tagjai. A konfirmáció végén szeretném megkérni a mi gondnokurunkat, polgármesterünket és a presbitériumnak a tagjait, hogy jöjjenek ide ki, megkérjük gondnokurat egy rövid köszöntőre, és a presbiter testvéreket, hogy ők is egy kézfogással köszöntsék gyülekezetünk új tagjait. Kedves testvéreink és ifjú testvéreink, azt gondolom, hogy Hévízi gyülekezetünk az elmúlt 1-2 évtizedben, amióta működik és amióta él, egy nagyon fontos eseményhez érkezett, ahhoz, hogy ennyien itt állhatnak és konfirmálhatnak ma ebben a templomban. Ebben nagyon sok munkája van mindenkinek, köszönjük nektek, és azt gondolom, hogy egy templomban, egy gyülekezetben az egyik legfontosabb esemény a keresztelő, de talán a második legfontosabb esemény az, amikor ifjú testvéreink itt vallást tesznek, és ezt ti megtettétek ma. Kívánok nektek minden jót, Isten áldjon az utatokon! Énekeljük el most 165. dicséretünknek az első versét.
és imádkozzunk. Uram, köszönjük neked, hogy segítettél minket a konfirmáció alatt, és köszönjük, hogy sikeresen meg tudtuk tanulni a heidelbergi KT kérdéseit. Örülünk, hogy te mindig ott vagy velünk, jobban, rosszban egyaránt, és hálásak vagyunk, amiért soha nem hagysz minket se. Tudjuk, hogy akármi is történjen velünk, te ott leszel, és vigyázol majd ránk. És ha néha le is térünk a helyes útról, soha nem tévedünk el, mert te mutatod nekünk az igaz ösvényt. Tartsd meg a belénk fektetett szeretetünket, hitünket, hogyha majd eljön annak a napja, jutalmul elnyerjük az örök életet. Ámen. Ámen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg bizonyságtételemnek az alap igéit, amelyet olvasok most megtek Máté evangéliuma 16. részéből, a 13-tól 18. terjedő versekből eképpen. Amikor Jézus Cézárea Filippi területére ért, megkérdezte tanítványait, kinek mondják az emberek az ember fiát? Ők így válaszoltak, némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Ekkor megkérdezte tőlük, hát ti kinek mondotok engem? Simon Péter megszólalt, és így felelt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus így válaszolt neki, boldog vagy, Simon Jóna fia, mert nem test és vér jelentette ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Én pedig ezt mondom neked, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapui se fognak diadalmaskodni rajta. Amen. Eddig az Úr olvasott igéje. Kedves testvéreim, mindig nagy öröm, amikor a mi gyülekezetünkben konfirmáció van. Így örültünk a tavalyi évben, és így örülünk most is, amikor 6 fiatal testvérünk konfirmált, tett bizonyságot az ő hitéről, megerősítve hitét itt Isten és a gyülekezetnek a jelenlétében. És tudjuk, hogy ma van konfirmáció vasárnapja. Nem csak itt Hévízen, hanem az országba, mindenhol, ami református közösségeinkben ma van a konfirmációnak a vasárnapja. Hisszük azt, hogy nagyon sok helyen konfirmálnak ma a fiatalok, és tesznek bizonyságot az ő hitükről. És olyan nagy remény, testvérek, hogy itt a mi hévízi gyülekezetünkbe ma 6 fiatal konfirmál. Tudjátok, fiatal testvéreim, ti vagytok ennek a gyülekezetnek a reményei. Hogyha mi már megöregszünk és elmegyünk a minden élők útján, akkor ti beültök a templomnak a padjába, és lesztek hitvalló emberek. Szeretitek az Istent, ahogy mi szeretjük. Ragaszkodtok hozzá, hogy mi ragaszkodunk. Éltek Krisztusi úton, ahol mi szeretnénk élni ebben a világban. Olyan jó lenne, ha igaz lenne mindannyiótok életére, hogy innentől kezdve fontos lesz számotokra, hogy együtt úrvacsorázzatok a gyülekezetünkkel, és legyetek ennek a gyülekezetnek szolgáló tagjai. Olyan nagy öröm volt ma reggel a szívembe, amikor azt mondtátok itt néhányan nekem, hogy Tiszi néni, hadd tegyük mi ki az énekeket ide az énektáblára. És mondtam nektek, látjátok gyerekek, már meg is van a szolgálatotok a gyülekezetbe, hogy nem a tiszteletes néni teszi ki az énekeket, hanem innentől kezdve minden vasárnap lehet a ti szolgálatotok, akár ez is, hogy felteszitek az ének táblára az énekeket. Olyan jó lenne, hogyha ma, aki konfirmáltatok, nem konfirmálnátok ki a mi gyülekezetünkből, hanem itt maradnátok a mi kis gyülekezetünknek a közösségébe. Olyan jó volt olvasni, testvérek, ezt a mára rendelt igét is a Bibliából. Amikor is az Úr Jézus megkérdezte a tanítványait, hogy kinek mondanak engem az emberek,
És erre válaszolnak a tanítványok, hogy némelyek Keresztelő Jánosnak, némelyek Illésnek, vagy Jeremiásnak, vagy egynek a proféták közül. Tudjátok, szeretném nektek mondani, hogy már ez is egy jó alap, amikor az emberek nem utasítják el a mi Urunkat, Jézus Krisztusunkat. Az is már egy jó alap, testvérek, hogyha az emberek ma Jézust hasonlítják Keresztelő Jánoshoz, vagy hasonlítják egy prófétához. De azt látom, testvérek, hogyha belenézünk ebbe a világba, hogy mérhetetlen nagy az istentelenség, hogy sajnos nagyon sokan idáig sem jutnak el, hogy az Úr Jézust Keresztelő Jánosnak, vagy Illésnek, egy prófétának tartsák. Nem olyan régen voltak nálam fiatalok, testvérek, esküvőt bejelenteni. Ugye nem sokára elkezdjük az esküvői előkészítőket, és nagyon szomorú történetet mesélt el ennek a párnak a férfi tagja. Azt mondta, hogy képzelj el, tiszteletes asszony, amikor megmondtam a cégnél, hogy nekünk bizony egyházi esküvőnk is lesz, és mi szeretnénk kérni az Isten áldását a mi házasságunkra, akkor kigúnyoltak, kinevettek, a hátam mögött összesúgtak. És testvérek, ma sajnos ezt gyakran tapasztaljuk ebben a világban. Tapasztalja a lelkipásztor, és tapasztalja ma sok hívő ember. De bíztattam a kedves vőlegényt és a kedves ifjú párt, hogy attól, hogy mások az Úr Jézust semminek tartják, kigúnyolják vagy kinevetik, attól nekünk valamennyiünknek Jézusra van szüksége. És szükségük van a házasságukba az Istennek az áldására, hogy vele induljanak, vele éljék meg a házasságukat, vele menjenek ezen a közös úton. Testvérek, ha sokan nem is mennek velünk, semmit nem változtat azon, hogy nekünk mindannyiunknak Jézus Krisztus Urunkra van szüksége. Olyan jó lenne, testvérek, ennek a mai igének ez egy csodálatos üzenete, hogy amikor az Úr Jézus megkérdezi a tanítványait, hogy és ti kinek mondotok engem, akkor Simon Péter megszólal és azt mondja, hogy te vagy Krisztus, az élő Istennek fia. Milyen jó lenne, testvérek, ha ma, és szólok most a konfirmált testvérekhez, ha ma nem csak odáig jutnánk el, hogy igen, Jézusom, te tudom, hogy egy csodálatos proféta voltál, csodálatos dolgokat tettél, gyógyítottál, szeretted az embereket, hanem ha el tudnánk oda jutni lélekben, ti és mindannyian, hogy te vagy Krisztus, az élő Istennek fia. Krisztus azaz felkent, akit az Isten azért küldött el, hogy meghaljon a mi bűneinkért, hogy mindannyiunk életének megváltójává legyen. Testvérek, mi hisszük-e ezt? Mi el tudjuk-e mondani, akik itt ülünk most a templomba, hogy Uram, én teljes szívvel hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia, az én életemnek személyes megváltója. Tudjátok, testvérek, ez a felismerés az én életemben 24 évvel ezelőtt történt meg. 16 éves voltam akkor, és a Szőnyi templomnak a padjába ültem. Hallgattam az én lelkipásztoromnak a hiteles ige hirdetését. És az ige hirdetés által hit támadt az én szívembe. És őhozzá fordultam, őhozzá tértem 16 évesen. És szeretném mondani nektek, hogy akkor is, és ma is ugyanazt tudom elmondani, hogy amióta az Úr Jézus Krisztust az én életem személyes megváltójának tartom, sokkal boldogabb, sokkal nyugodtabb, örömtelibb az életem. Tudom, hogy nem vagyok egyedül, hogy van nekem egy csodálatos mennyei gazdám, aki támogat, aki erőt ad, aki segít nekem a legnagyobb nyomorúságok között is. Drága testvérek, az Úr Jézus azt mondta Péternek, amikor Péter hitvallást tett,
Te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Azt mondta erre Jézus, hogy Simon Péter, innentől kezdve te most már Péter vagy. Simon Jóna fia. Péter, azaz, aminek tudjuk a jelentését, hogy kőszikla. És én ezen a kősziklán fogom az én egyházamat felépíteni, amin a pokol kapui sem tudnak diadalt venni. Testvérek, hogy ne jutna eszünkbe, mikor azt halljuk, hogy kőszikla? Jézusnak az a csodálatos igéje, amit Máté evangéliuma 7. részének 24. és azt követő verseibe mond, amikor Jézus azt mondja, hogy aki hallja én tőlem a beszédeket, és megcselekszi, hasonlatos az okos emberhez, aki kősziklára építette föl a házát. És jött a zápor, meg az árvizek, fújtak a szelek, beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert kősziklára volt építve. Testvérek, mit mond ezzel ennek a Simonnak, Jóna fiának az Úr Jézus, amikor azt mondja, hogy te innentől kezdve Péter vagy, azaz kőszikla, hogy testvérek, mind az az ember, aki az Úr Jézus Krisztust megváltójának vallja, az ő életének urának vallja, annak valóban, testvérek, kősziklára épített ház az élete. Kőszikla ház élete lehet. És testvérek, a kősziklára épített házat, azt nem lehet ám csak úgy megingatni. Azt nem lehet ám csak úgy összetörni. A kősziklára épített ház a legnagyobb terhelést is elbírja, és a legcudarabb körülmények között is áll és virul. Testvérek, minden hónapban egyszer megyek Balaton Arácsra az Esperes úrhoz. És elmegyek, tudjátok, itt az északi parton, a csodálatos tanúhegyek mellett. És mindig megnézem, lassítok, egyesével megnézem ezeket a szép tanúhegyeket, amelyek arról tesznek bizonyságot, ugye tudjátok, hogy miért tanúhegyek, hogy olyan magas volt egyszer az egész táj, az egész vidék. Miért mondom el ezt nektek, testvérek? Azért, mert az évezredek alatt az elemek dolgoztak, működtek, és érdekes formájúra, különlegessé formálták ezeket a képződményeket, ezeket a hegyeket. De mégis szeretném mondani, ugye ezekben az erős bazalt sapkákat nem tudták letarolni. És még mindig lehet látni, hogy milyen magas volt akkor a táj, és még mindig áll, és azáltal, testvérek, hogy a természet erői működtek, különleges, szép képződmények alakultak ki ezeken a hegyeken. Miért mondom ezt el, testvérek? Azért, mert az Úr Jézus, olyan szép ez a példa, hogy kőszikla életűvé tesz bennünket, testvérek, formál minket. És ehhez, testvérek, milyenek ezek a hegyek is alázattal tűrték az évezredeken át a formáltatást. És olyan jó lenne, testvérek, hogyha mi is alázatba, szeretetben mondanánk az Úrnak, hogy Uram, köszönöm, hogy kősziklává tettél engem. Köszönöm, hogy nem lehet a hívő embert megingatni, nem lehet összetörni, nem lehet csak úgy semmivé tenni. De emellett, Uram, köszönöm, hogy alázatra is tanítasz engem a formáltatás által. És köszönöm, hogy szeretetet adsz nekem. És testvérek, így formálódik a hívő ember egyre különlegesebbé, egyre szebbé, egyre igazabbá, egyre hitteltelibbé, egyre erősebb jellemű emberré. Drága testvérek, mindannyiunknak Jézusra van szükségünk. Kérlek benneteket, hogy mi is a Szent Lelket kérve, ugye nem sokára itt van Pünköst, kérjük a Szent Lelket, végezz el bennünk a munkáját, és mindannyian szívünkbe formálódjon ki az értünk meghalt Jézus Krisztusnak képe, hogy lehessünk mindannyian benne igazán hívő emberek, hogy ő kősziklára helyezze a mi életünket, és elkezdjen bennünket formálni, hogy hadd legyünk, ne csak itt a hévízi gyülekezetben, hanem bárhol, ahol vagyunk,
a családunkba, a munkahelyünkön, a városba, faluba, ahol élünk, kősziklára épített ház életű emberek. Hadd látszódjon rajtunk az erő, hadd látszódjon rajtunk az alázat, a tőled, az Úrtól kapott szeretet, és a benne való végtelen hit. Add, hogy ma el tudjuk mondani, drága Urunk, hogy igen, Te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Olyan szépen mondja egy ifjúsági éneknek a szövege, hogy ha Jézust követed, boldog lesz az életed. Nem bánod meg soha, hogy neki adtad a szívedet. Boldogan elmondhatod, velünk együtt valhatod. Jézus az enyém, én meg az övé vagyok. Jézus te rád olyan régóta vár. Miért nem nyílik szíveden a zár? Mire vársz? Hisz olyan rövid földi életed. Mi lesz, ha a kegyelmet így elveszted? Vagy olyan szépen mondja a mi református énekes könyvi énekünk ugyanerről, hogy az Úrral éljünk és vele járjunk, ugye ismerjük az éneket. Vezess Jézusunk, és mi veled indulunk. Küzdelemre hív az élet, hadd kövessünk benne téged. Fogjad a kezünk, még megérkezünk. Adj erős hitet, hogy legyünk hívek. És ha terhet kell viselnünk, panaszt mégsem ejt a nyelvünk. Rögös bár utunk, hozzád így jutunk. Kísérd lépteink, értünk végeig, és ha roskadozva járunk, benned támaszt, hadd találjunk, míg elfogy az út, és mennybe nyitsz kaput. Így legyen, drága testvérek. Amen. Imádkozzuk el fennhangon az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Foglaljuk el most a mi helyünket, és hallgassuk meg együtt a hirdetéseket. Hirdettem, hogy most az Isten tiszteletünk után 11 órakor a Szent András Reuma Kórház kápolnájában lesz a következő Isten tisztelet. Hirdettem jövő szerdán 5 órakor a következő Biblia óránkat. Ugye itt a szomszéd utcában, a Vörösmarty utca 92-ben van a gyülekezeti termünk. Szeretettel várunk benneteket jövő szerdán 5 órakor a Biblia órára. Hirdetem az ünnepi istentiszteleteket, jövő vasárnap, pünkösd vasárnapja lesz, pünkösd vasárnapi ünnepi úrvacsorás istentiszteletet tartunk, várunk benneteket 9:30-tól szeretettel, és hirdetem, hogy pünkösdnek hétfőjén szintén 9:30-kor ünnepi úrvacsorás istentiszteletünk lesz, teológus szolgálatával, Léder Tamás, a pápai református teológia 5. éves hallgatója fogja hirdetni az Isten igéjét. És utolsó hirdetésem lenne még, drága testvérek, hogy 2 hét múlva, május 29-én pénteken este 7 órakor Kegye János Pánship művésznek a koncertjét láthatjuk, hallhatjuk itt a templomunkban. Mint tudjátok, minden hónap utolsó péntekén volt eddig koncertünk, amit nagy szeretettel köszönünk meg a Festetics Művelődési Központnak. Ezek a koncertek folytatódnak majd ősztől,
De most a mi szervezésünkben, református gyülekezetünk szervezésében lesznek nyáron koncertek. Így május 29-én a gyülekezetünknek felajánlásból, tehát a belépés is díjtalan, Kegye János Pánsip művész lemez bemutató koncertje lesz itt a templomunkban. Drága testvérek, szeretettel köszönöm meg a Hévíz televíziónak a szolgálatát, és szeretném bejelenteni, hogy ettől a hónaptól kezdve egy egyházi műsor indul a Hévíz televízióba. Így minden hónapban egy istentiszteletünket felveszi majd a Hévíz televízió, és le fogja majd adni, és ugyanígy a társ testvérgyülekezeteknek, a katolikus, evangélikus gyülekezeteknek az Isten tiszteleteit is. Szeretettel köszönjük meg ezt az áldott missziós lehetőséget a Hévíz televízió minden munkatársának. Kedves testvérek, Isten tiszteletünknek a végén énekeljük el az áldás vétele előtt 434. megkezdett dicséretünk harmadik és negyedik versét, majd azután fennállva vesszük az áldást, és a legvégén nemzeti imádságunkat, a himnuszt fogjuk elénekelni. Fennállva fogadjuk az Istennek áldását. Az Istennek békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat a mi Urunkban, az Úr Jézus Krisztusban. Amen.
mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus legyen és maradjon a mi kis gyülekezetünknek őriző pásztora. Isten velünk, viszontlátásra, áldás, békesség.